Komoly nemzetközi elismerést kaptak a pécsi horrorfilmesek. Kanadában arattak sikert kisfilmjükkel az amatőr készítők. Az év elején elkezdtem bújni a netet lehetőségek után, filmfesztiválok után, és találtam egy gyűjtő oldalt, ami Film Freeway néven fut. Ez tényleg a világ összes pontjáról több száz film fesztiválnak a gyűjtőhelye, és itt találtam ezt a lehetőséget. Online nevezés volt ennek a filmfesztiválnak a neve, The Horror Movie Award. Ez a tengeren túli horrorfilmfesztiváloknak az egyik legnagyobbika, és ennek az egyik leányfesztiválján indítottuk el ezt a kis filmünket, ami kanadai székhelyű. Amatőr és profi filmesek egyaránt nevezhettek rá, több mint 1000 beérkezett alkotás érkezett, amit később leszűkítettek egy 375 főre, és ebből kerültünk ki második helyezettként. A vírus helyzet miatt ez a fesztivál online zajlott sajnos, mondjuk nem mentünk volna ki rá semmiképpen sem, de egyébként ez több mint egy fesztivál, mondom a tengeren túlnak az egyik legnagyobb. Ilyen, nem is filmfesztivál, hanem egy horror expo igazából. Véleményt nem nyilvánítottak, hanem gondolom egy pontozási rendszert követtek, és elég neves zsűri volt így horror körökben. Például a Démonok között apácája, Bonnie Irons, vagy a Péntek 13 egyik rendezője és színésznője. A címe, ez október 31-ére utal, ugye Halloween napjára, és az a szokás, vagy az a hagyomány tartja, hogy ilyenkor a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között, és a holtak próbálnak ilyenkor visszajönni a földre egy napra, és a szereplőnk a kisfilmben pont egy ilyen erről a témáról szóló könyvet olvas, ami elősegíti egy gonosz démonnak a megjelenését, a végén egy jumpscare-szerű ijesztéssel. Láttam már több amatőr filmet is fenn YouTube-on és egyéb videó megosztós oldalokon, szintén amatőr jellegűeket, de olyan szinten mondom ezt a szintet úgy, hogy mi igazából ezt egy horror antológia sorozatként csináljuk, hogy termékenyek vagyunk a többi alkotóhoz képest. A jövőben azt tervezzük, hogy igazából amit eddig is a fennállásunk 3 éve alatt elterveztünk, hogy a következő alkotásunk mindig egyen jobb legyen az előzőnél, mert ugye tényleg amatőr dolgokkal készítünk mindenféle filmes megjelenésünket. Támogatói hátterünk semmi nincs igazából, a zeneit kivéve, mert ott főleg most is készítünk egy nagy játékfilmet, ami országosan elismert zenészek adták úgymond oda egyes zeneszámaikat a készülő filmünkhöz, de anyagi, technikai támogatásunk nincs. Mindent zsebből finanszírozunk, pár ezres költségvetéssel gazdálkodunk. A felvétel sima mobiltelefonnal forgatunk, én nem mondom miért nagy reklám legyen. És igazából ennyi, mindent mi állítunk össze, a sminkektől kezdve, mindent tényleg. A mostani filmhez is a zállánk például úgy kértük kölcsön. Szóval ilyen megoldásaink vannak. Nagyon megosztó műfaj és nagyon fekete bárány is a filmes szakmában a horror. Hát igazából az emberek szeretnek félni szerintem, és mindenkinek van egy kielégülésre vágyó sötéténye, úgymond, amit egy filmen keresztül mondjuk megélhet, hogyha az úgy van eltalálva, hogy úgy érinti meg a nézőt. Nagyon nagy réteg szereti ezt, és tényleg minden korosztályból mondhatni. Nekünk is már egy több ezres követő táborunk van, és az alkotásaink 80%-át azt elismerik. A többes szám az azt akarja, hogy ugye mikor mi indultunk 2017-ben, ez úgy volt, hogy egy nagyobb költségvetésű horrorfilmhez kerestek szereplőket, amit itt a megyében és Pécsen forgattak volna le javarészt. Ez meghiúsult bizonyos okokból. Mi szereplők, akiket kiválasztottak a filmre, kapcsolatban maradtunk, és felvetődött a dolog, hogy mi lenne a saját filmet készíteni.
Eleinte elég sokan voltunk benne, 7-8-an, de lemorzsolódtunk ilyen-olyan okokból. Ő a kezdetek óta, hát mondhatni 3-4-en vagyunk benne. Boros Antal, aki tényleg a legelejétől, Cuppon Attilával együtt, és a Fülöp József is. Ők mind kiválasztott szereplők voltak ezen a nagyobb költségvetésű meghiúsult filmben. Most egy nagy játékfilmen dolgoznak az alkotók. A következő munka, azt most idén augusztusban kezdtük el forgatni. Mondhatni, hogy teljesen titokban, nem posztoltunk semmit róla. Valószínű majd március-április környékén fog megjelenni, és bízunk benne, hogy a vírus helyzet engedni fogja, hogy megint a Pécsi Uránián moziba legyen majd a premierje neki. Ugye elég komoly zenei támogatottságot kaptunk. Az előadókat nem szeretném megnevezni, a többiek mondták, hogy ne nevezzem még meg. Szintén amatőr jellegű lesz a film, de az eddigi legkomolyabb alkotásunk, történetileg is, képi világilag is. A hang is teljesen rendben lesz most, és mondom, hosszra is. A színészi játék meg szerintem túlmutat az amatőr szinten most már ebben a filmben, mert nagyon ügyesek a szereplőink. Ez az előzetes már az új filmről készült. A nagyjátékfilm a tervek szerint 80 perces lesz.